Klép Sándor órákon át képes türelmesen várni, míg előbújik egy kisemlős az erdő a mező sűrűjéből, majd rászegezi masináját és lő fényképeket. Ugyanis több kilós felszerelésen nem fegyver, és nem trófeáiból nyílt kiállítás, hanem lenyűgöző pillanatokat megörökített fotóiból. Sándor 11 éves korában kapta meg első fényképezőgépét, azóta pedig folyamatosan kattintgat. Amikor az analóg gépeket felváltotta a digitális, még több lehetőség adódott ezen szenvedélyének kiteljesítésére. Kitárult a fotózás köre, mind a fényerőben, ugye az érzékenységben, mint ugye a sorozat képek készítésében, és hát ugyan drága a felszerelés, de ugye nem kell spórolni a filmmel, és nem kell filmet cserélni. A Bartók Színház aulájában nyílt most tárlata. A természet, de leginkább az állatok, madarak és kisemlősök a kedvenc témái, már a kezdetek óta. Talán nem véletlen az sem, hogy agrármérnökként és vadgazdálkodási szakmérnökként dolgozik. Sztálinváros születésű vagyok, de kiskoromtól kezdve felnőtté válási. Tulajdonképpen itt a szomszéd faluban, Kisapostagon nőttem fel, minden időmet ott töltöttem. Ugye adott volt a Duna és a környezete, és hát kisgyermekkorom óta nagyon érdekelt az állatok viselkedése, azoknak az életterük, környezetükhöz való viszonyuk, és így indult, és hát elsősorban, ugye, ahogy látszik is itt a képeken, az emlős állatok a fő témám. Utódás szempontjából is azokat szeretem. Ahhoz, hogy valaki ilyen szinten meg tudja örökíteni az állatokat, három fontos dolog kell. Az egyik nyilván a jó felszerelés. A másik, hogy ismerni kell az állatok viselkedését, például mikor jönnek elő a rókák, milyen élőhelyen, közegben időznek szívesen. A harmadik pedig a kivárás a megfelelő pillanatra. Sándor pedig a verk képek tanúsága alapján is kitűnően beleolvad a környezetbe, kis búvóhelyén lesi a természet minden egyes mozzanatát. Nem számít, ha fagyos hideg vagy éppen tikkasztó meleg van, mert mint mondta, az állatok mindig mozognak. Éppen ezért a természetfotózásra nem lehet elég időt fordítani. Hát ugye hobbi fotós vagyok, tehát nem profi fotós. Hát sajnos már a mai rohanó világban egyre kevesebb idő jut ugye a fotózásra, de általában 2-3 óra hosszát van, amikor naponta olyan a munkám, hogy saját magam osztom be a munkaidőmet, el tudok tölteni, vagy hétvégenként, délutánonként. Úgyhogy, de nem annyi, amennyit szeretne az ember. A mostani kiállítás egy válogatás az elmúlt 10 évben készült digitális munkáiból. Minden bizonnyal jövő tavasszal egy újabb válogatás lesz, mégpedig az idén 30 éves jubileumát ünneplő Mezőföld Természetfotó Egyesület alapítóinak munkáiból, amelyben Sándor is érdekelt. Felmerült itt ugye a szervezők részéről, hogy 30 éves az idén a klubunk, aminek én, mint szellemi atya kitalálója és egyik alapító tagja vagyok a Mezőföld Természetfotó Egyesületnek, és hát ugye azért is kellemes most ez a helyét, mert a klub annak idején itt kezdte a működését, tehát itt kaptunk helyet 89-ben, és most kaptunk egy ajánlatot, hogy az alapító tagoknak jövőre egy kiállítása legyen, illetve valószínű, hogy a Mezőföld Fotóklubnak az éves kiállítása is itt lesz megrendezve. Klép Sándor természetfotóiból nyílt kiállítását egy hónapon keresztül lehet megtekinteni a színházban.